Krisztusban szeretett lelki pásztortársak, Krisztusban szeretett bármelyik felekezethez tartozó testvéreim. Újra itt van az egység hét ideje, sőt most már lassan be is fejeződik. Fölhívja a figyelmünket minden évben, hogy Jézus vég akaratát, amelyért ő imádkozott, és meg kell tartani, hogy a benne hívők, az ő követő emberek egy, vagy így szoktuk mondani, hogy egyek legyenek. Ez a hét csak mindig fölhívó jel akar lenni, valójában egész esztendőben erre kellene törekednünk. De nem úgy van, hogy hát letudtuk, mint minden évben, aztán megvárjuk a következő januárt, aztán megint eszünkbe jut, hogy hát mit is kellene a keresztény egységért tennünk. Én egy olyan családból származom, ahol mindenféle már történelmi vallásoknak a tagjai voltak. És ahogy már más alkalommal is említettem, dédörög apámat itt keresztelték ebben a templomban, még a szabadságharc előtt. Anyai nagyapám az evangélikus volt, már szüleim katolikusok voltak, és én gyerekként mindig éreztem azt, hogy három keresztény vagy templom van a falunkban, hogy ott a nagy ünnep, és az első unokai testvéreim közül is egyik ide megy, a másik oda megy, a harmadik oda megy, de névnapokon mindig együtt vagyunk, lakodalmakban is együtt vagyunk, meg temetésen is. És pont a legnagyobb ünnepeken nem voltunk együtt. És én ezt gyerekkoromtól úgy kimondatlanul éreztem, hogy ez nem jó van így, holott akkor még elég erős volt a szembenállás, illetve inkább az elkülönülés, mert már nem szembenállás volt, hanem elkülönülés. Az egység titkárságnak a bíborosa, Kurt Koch bíboros, most mondta, hogy kétféle ökumenizmus van. Van a igazságoknak, én így mondanám a hitigazságoknak az ökumenizmusa, és van a szeretetnek az ökumenizmusa. A szeretet ökumenizmusának mindig meg kellene lenni, mert ha egyszer Jézus még azt is mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, természetesen ez nem érzelmet jelent, mint ahogy az ember szereti az apját, anyját, testvérét, meg férj és feleség szereti egymást, hanem egy jó indulattal való viseltetést olyan iránt, aki rászorul, hát gondoljunk az irgalmas szamáritánus esetére, akkor ez természetes volna, hogy meglegyen közöttünk. Mert ha nincs bennünk szeretet, akkor nem is vagyunk kíváncsiak a másikra, illetve közömbösen el tudunk menni a másik mellett. És aztán jön a hitigazságoknak az ökumenizmusa, amire egyre inkább törekednünk kell. Sok minden összeköt bennünket, de vannak még különbözőségeink. Hát összeköt bennünket Jézus Krisztus személye. Ez a legfontosabb, aki ez a keresztség által kapcsolódtunk már a kezdet kezdetén. A keresztség szentsége az az összes keresztény egyházban, ahol elfogadják Jézus Krisztus istenségét, és vallják a Szent Háromság egyistent, a teljesen, közösen elfogadott szentség elnézést.
Ugyannyira, hogy mi katolikusok, ha egy nem keresztény ember az egyház szándékára, mondjuk háborús viszonyok közepette, megkeresztelt egy pogányt, aki már készülőben volt, de nem volt megkeresztelve, annak a keresztségét elfogadjuk. Miért is? Azért, mert azt mondjuk, hogy végső soron maga Jézus keresztel. Ez benne van a mi második vatikáni zsinati okmányunkban is. És aztán a keresztség beiktat bennünket a Szent Háromság közösségébe, eltörli az eredeti bűnünket, amit sajnos nagyon érzünk. Azt nem lehet letagadni. A mai világ az szeretné az ártatlanság tudatában a bűn teljesen kiiktatni, és azt is, hogy ennek van valami eredeti gyökere, mi pedig mondjuk, hogy van, amelynek következtében az ember értelme elhomályosult a jóra, és akarata rosszra hajlóvá lett. Ezt úgy gondolom, nem kell bizonygatni. Már gyerekkorban is ott van bennünk ez a rossz tulajdonság. Szoktam mondani, mikor hitoktató voltam a gyerekeknek, hogyha bemégy egy szobába, és látsz egy rakás pénzt, eszedbe jutott-e az már, hogy olyan sok pénz van itt, hogy én még teszek hozzá. Erre a gyerekek nevetnek. Hát milyen ostobaság ez? És eszedbe jutott az, hogy hát el kéne venni belőle? Hát igen, az eszembe jutott. A rosszra mindig van nagy hajlandóságunk. Minden tekintetben, és az értelmi rosszra hajlás is megvan, figyeljük meg, tanítjuk a gyerekeket illedelmes szép beszédre, hát alig lehet őket ránevelni, hogy megköszönje, szépen szóljon, annyiszor el kell neki mondani, elmegy az első nap az óvodába, ha otthon nem volt trágár beszéd, már hozza haza. Az első nap után a gyerek a csúnya beszédet. Mert mintha a rosszra értelmileg is sokkal inkább kaphatóbbak lennénk. És bűneinket eltörli, az eredeti bűnt eltörli, a Szent Keresztség, ezt közösen valljuk. Kifejezetten megnéztem a református dogmatikát, Calvintól is megnéztem, Szűcs professzor úrtól, és többektől, hogy mit írnak a keresztségről, és örvendezéssel fedeztem föl, hogy hivatkoznak az ősegyházra is, és még egyházatyákra is. És ez nekem nagyon jó volt, hiszen mi azt mondjuk, hogy a kinyilatkoztatott igazságok szólnak a Szentírásból, és az egyház élő hagyományából, élőből, ami visszanyúlik az eredetre. Tehát nem olyan, hogy milyen ruhát veszünk föl ekkor meg akkor, hanem arra a hit meggyőződésre, ami benne volt például a hiszek egyekben. Mert az első hiszek egy, amit mi apostoli hiszek egynek mondunk, a rövidített hiszek egy, az valószínűleg a római egyháznak volt a kereszteléskor elmondott hitvallása. Az első században. Az, amit nicceai hiszek egynek mondunk, a nagy hiszek egy, az is megvolt, csak a eretnekségekkel való küzdelemben. Krisztus istenségének a megvallása közepette, kellett ezt megfogalmazni, és jövőre ennek 1700 éve lesz. Hiszen 325-ben volt a nicceai zsinat.
és ezt közösen elfogadjuk, a nicceai zsinatot, ahol megfogalmazták a nagy hiszekedjünket, és ez a hit igazságoknak az ökumenizmusa. Akárcsak a Szent Keresztség, ugyanúgy a hiszekedj, és hát nem beszélve a Szentírásról, amit közösen Szent Könyvünknek tartunk, és úgy fogadjuk, mint Isten kinyilatkoztatott szavát hozzánk, és az evangéliumot, amit az imént József atyait felolvasott, az irgalmas szamaritánus példázatát nem úgy kell fogadnunk, hogy felolvasta Szabó József kiskualasi, Kunszer Miklósi lelkipásztor, hanem úgy csak a szócsöve volt Jézus Krisztusnak, aki ezt elmondja és szól hozzánk. És itt kezdődik ennél a példázatnál a szeretet ökumenizmusa, helyesebben mondva itt van kifejtve. Mert az alap az, hogy szeretettel legyünk egymás iránt, és hogy ezt miképpen tegyük, azt Jézus mondja el. Nem a zsidóknak is volt efféle parancsa, hát nem véletlen, hogy a fő parancs a két mózesi könyvből van összevéve, ugye a kivonulás és a Levitikusnak a könyvéből, hogy szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, elmédből, és akkor másik helyen, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez a felsorolás, hogy erődből, elmédből, lelkedből, ez nem szószaporítás, hanem a személyiségnek minden rétegét érinti, hiszen az embernek van akarata, elméje, szíve, hát nem a biológiai szívre gondolunk itten, hanem a személyiségének a központja, amelyeknek meg kell rezdülnie, főként a szeretet területén. Az értelmi szeretete az Istennek különösen a mai világban nagyon fontos, hiszen ennyire büszke sose volt az agyára az ember, mint most. Ráadásul most van egy ilyen versenytársunk, de hát az is az embertől van, a mesterséges intelligencia. És mi nem azt mondjuk, hogy nátok azt tegyük csak félre, hanem használjuk jól föl a mesterséges intelligenciát. Jól, de nem úgy, hogy mit tudom én, a lelkipásztor erre a vasárnapra előkészített egy beszédet, és utána felolvassa. Mert akkor hiányzik belőle a szívből való szeretet. És az értelmi szeretet az Istennek a mai időkben azért nagyon fontos, mert a mi Isten hitünk, benne van a rómaiakhoz írt levélben is, értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Azzal vádolja a rómaiakat Szent Pál apostol, hogy annyi eszük volt, hogy felismerték az Istent, de nem hódoltak neki, nem adták meg neki a köteles tiszteletet, ehelyett a bálványok előtt hódoltak, ezért kiszolgáltatta őket az Isten mindenféle aljas ösztönüknek. Hát, mint a mai világról mondaná, ezt nem is kell ecsetelni. Fölismerik az emberek, hogy léteznie kell Istennek értelemmel is, de nem adják meg a tiszteletet, hanem minden más előtt hódolnak, és ezért van az a rettentő nagy kuszasága a mai világnak, aminek tanúi lehetünk és elszenvedői ebben a világban, kezdve a háborútól, az emberi természet fölbomlásáig, genderprogramig és minden. Ez mind ebből származik. És hogy a szívbeli szeretet, az azt jelenti, hogy nem egy perifériális kérdés nekünk az Isten. Mi a szívügyünk? Hát mi szoktuk mondani, újabban lehetne azt ilyeneket mondani, hogy hát mi a hobbid? Ugye sok ember azt mondja, hogy én nagyon örülök, mert az én hobbim az a munkám.
Vannak, és ez a hivatás. Ha valakinek a hobbija, a munkája, az a hivatása, az a szívügye. Tehát az Isten nem lett egy ilyen harmadlagos, vagy mit tudom én, hanyadlagos kérdés, és a mai világban ez nagyon nagy probléma, hogy az. Összeházasodnak fiatalok. Ha nagy nehezen ráveszik, vagy összeállnak, mondjuk így. Összeállnak, együtt élnek már jó idő óta. De aztán valami megindítja őket, hogy hát jó lenne egy templomi esküvőt is kötni, mert az olyan szép. Milyen vallású vagy te? Én ezt nem úgy mondom, hogy ilyen nincs, hanem nem tudják sokszor. Az egy nem tudom hanyadik kérdés, hogy milyen vallású a másik. És aztán ebből nagyon sok probléma okozódik később, hogy egyáltalán Isten hívő vagy. Hát itt lehetne látni, hogy az élet legfontosabb kérdésén is az Isten egy perifériális dolog a mai embernek. Talán nem tagadja úgy az Istent, mint azt a kommunizmus idején, hogy ateista módon hivatalosan tagadni kellett az Isten létét, hanem úgy él, mintha Isten nem lenne. És ez a nyugati társadalomra épp úgy illik, vonatkozik, mint a miénkre. Tehát a szívből való szeretet, és a lélekből, az utolsó leheletéig. Van egy szép történet a zsidó időkből, Akiba rabbit, hát ő kivégzésre vitték, és hát ott mondták neki, hogy hát valahogy csapd be itt a te bíráidat, és ne akarjál te vértanú lenni, mártír lenni. És azt mondja, mit olvasol? Szívből, értelmedből, és teljes lelkedből. Azt mondja, az utolsó leheletemig akarom szeretni az Istent. Ezt jelenti. Nem csak egy föllobbanásunk van bizonyos ünnepi alkalmakkor, meg nem csak az, hogy hát néha rájövünk, hát Istennek lennie kell, hanem végig, amíg vagyunk, és ez a lélekből való szeretés. És ezt azzal tudjuk bizonyítani, hogy a főparancs másik részét, a felebarát szeretetét Jézus elválaszthatatlanul összekapcsolta. A zsidóknál nem volt összekapcsolva, külön volt. És a 613 törvényből az volt a nagyszerű, hogy a kettőt úgy tudta összekapcsolni, hogy az adta ki a főparancsot. Mert mondhatott volna valami rituális dolgot is, hogy hogy kell megfőzni a birkát. Mert ez is benne van. De nem. A lényegre tapintott. És ezt a kettőt összefogta. Mint egy hasonlatot lehetett talán mondani, hogy mondják, hogy Johann Sebastian Bach nem talált fel semmit ahhoz képest, amit elődei tudtak. Csak az elődeinek a tudásából, zeneismeretéből állította úgy össze a kottáját, hogy az adta ki a felejthetetlen és hatalmas Johann Sebastian Bachot. A meglévőből kapcsolt össze. És Jézus is a meglévőből, az Ószövetségből, hogy a kettő ne legyen kiátszható. Hogy ne lehessen Istent úgy szeretni, hogy nem szeretjük embertársainkat, és ugyanakkor az embertársainknak igazi, tartós erőt az Isten szeretet ad. Mert figyeljék meg, testvérek, ateisták, lehet, hogy egy pillanatra tudják a másikat szeretni, de olyan ateista ember a történelem nem ismer, aki harcos ateista volt, és végig kitartó lett volna a szeretetbe. Azok mindig kaphatók voltak arra, hogy a másik embert meg kell semmisíteni. A harcos ateisták. Az, hogy valaki végig áldozatosan tud beteget ápolni, ott lenne az elesettek mellett, ahhoz
Isten hívőnek kell lenni. És ezt vetette föl már Albert Camus is a 20. században, hogy hogyan lehetne az ember Isten nélkül szent. Hogy nem hiszek Istenbe, de én humanista vagyok, mert én szeretem az embert. Hát nem lehetett. Mert lettek belőle a gulágok, meg a kommunizmus, meg minden vadító eszme az ateizmus következtében. Tehát elválaszthatatlan a kettő. És Jézus jóvá hagyja az Ószövetséget, azt mondja, hogy hát mint önmagadat. Mert az mindenki által ismert mérce. Mindenki tudja azt, hogy mit jelent, hogy mi esik nekem jó. És onnétől kezdve lesz a másik iránt is, ha belegondol, érzékeny. Mert belegondol abba, hogy jaj, ha ez velem történne, én hogy nem szeretném, mennyire bánatos lennék. Hát azért, ha én nekem nem jó, akkor másiknak se kívánjam. Hát itt a háború most Ukrajnába. Hát én azért az a brüsszeli gárdát kivinném oda a frontra. Hogy menjetek ti is oda, azt tapasztaljátok meg. Ugye, mint Gyóni Géza mondta a első világháborús versében, csak egy éjszakára küldjétek el őket. Akkor megtudná, hogy mi jó annak a katonának ott, hogy ott van a lövészárokban, mennek a patkányok, meg az egerek, ezt mostól hallottam nem rég. Akkor rögtön azt mondaná, hogy fejezzük be a háborút. De hát nem lehet, mert a fegyverkereskedelem nagy haszonnal jár. Tehát, mint önmagadat. Aztán Jézus fölülemelte ezt. Azt mondta, amint én szerettelek titeket. És parancsba adta. Ez az én parancsom. Szeressétek egymást. Mind a katonaságnál, napi parancsba. Miért adta? Mert az ember könnyen beéri kisebb dolgokkal. Beéri az, hogy hát kicsit udvariaskodunk, kicsit jóindulatúak vagyunk, de ha nem úgy adja az érdek, akkor nem törődünk másikkal, amint én szerettelek benneteket. És ez az én parancsom, hogy el ne felejtsük, hogy ne érjük be kevesebb dologgal. És ezt jóvá hagyta. Akkor is ekkor mondja el ezt a csodálatos példázatot, az irgalmas szamaritánusét, amiben benne van a szeretet legnagyobb foka, mert Jézusnak az az erkölcsi faradalma, ha jó szóra, hogy faradalom, az ellenség szeretet. A zsidók nem ismerték. Azért kérdezik, ki a fele barátom, meg kinek kell jót tennem. De Jézus azt mondja, szeressétek ellenségeiteket. És ezt a kereszten is valóra váltotta, amit mondott, mert imádkozott az ellenségeiért. És ez volt az ő fölül múlhatatlan erkölcsi etikája. És ugye ezt ő meghagyja, és a példázatban azért van benne, mert a szamaritánusok meg a zsidók ki nem állhatták egymást. Valahogy úgy, mint a mai izraeliek ki nem állhatják a Hamaszt. Ugye, mondják is, hogy örökre háborúságban leszünk, és nem tudunk nekik megbocsátani. Na most Jézus belevette az ellenség szeretett parancsát is ebbe a példázatba. De ugyanakkor nem csinált karikatúrát a szeretetből. Tehát nem azt mondta, hogy akkor az igazságra nincs szükség. Igazságra is szükség van, mert amikor elvitte a fogadóshoz a szamaritánus azt a félholtra vett embert, akkor azt mondja, többet költené rá, visszafelé megtérítem. Nem mondta azt neki, én olyan nagylelkű voltam, hát te is legyél nagylelkű. Az igazságot. Nem lehet kijátszani az igazságot a szeretettel szembe. És a kettő egybe tartozik. És még talán annyit, hogy ezen a példázaton nagyon sokan elgondolkodtak az évezredek folyamán.
Azért volt jó az Úr Jézusnak a példabeszédje, mert azt mindig tovább kellett gondolni. Mert ha ő egy paragrafust mondott volna, egy meghatározást, akkor punktum, ennyi, van, kész. De tégy is, cselekedj hasonlóképpen. Ezáltal minden időre adott egy lehetőséget, amit nem is lehet már parancsba foglalni, mert az élet annyira kusza, és annyira szétágazó, hogy azt kell mondani, itt van ez, és tégy hasonlóképpen. És lehetne azt mondani, hogy ez elég is volna minden etika alapjaként, Isten és ember szeretet. És akkor azt bontsuk le hasonlóképpen, annak megfelelően, ahogy az élet adja. És mit vettek észre még a magyarázók? Különösen Origenész egyház atya, aki nagy biblikus volt, ő volt az, aki 6 egymás mellett lévő különböző szentírás fordítást egymás mellé tett, a hegzaplát, és abból kialakította azt a saját maga számára fontos hetediket, hogy ne maradjon ki semmi azokból, amik megvannak. Ő mondja, Origenész, hogy Jézus magára mondta ezt a példabeszédet. Mert ő az a szamaritánus, aki körüljár, és fölveszi az elesett embert, és ő mondja azt, hogy tégy hasonlóképpen. Igen, hát ez volna a szeretet ökumenizmusa, kedves testvérek, a hitigazságok ökumenizmusáért imádkozunk, hogy az mind teljesebbé váljék, és a szeretet ökumenizmusa pedig gyakorlattá váljék közöttünk. Erre indítson bennünket a mai egységét, és ezzel a gondolattal menjünk el innét a mai estéről, hogy akikkel találkozunk, vagy akik körülöttünk élnek, azok mind fele barátaink. És ahol tudunk, ott tegyünk jót. Ezt üzeni nekünk ez a mai evangélium. Amen.